Március közepén a gazdaságvédelmi intézkedések első ütemében vezette be a kormány a hiteltörlesztési moratóriumot, amely elsősorban azok számára jelent nagy segítséget, akiknek a közelmúltban szűnt meg a munkahelyük, vagy van erre esély a következő hetekben, hónapokban. Ők most, ha élnek a lehetőséggel, december 31-éig kapnak egy kis haladékot, hogy csak utána fizessék vissza hiteleiket az eddig megszokott törlesztő részlettel. Ennek azonban az az ára, hogy kitolódik a futamidő, akár több mint egy évvel is. A moratórium minden hitelre vonatkozik, így a folyószámlahitelekre, a hitelkártyákra is, mindegyik esetében, de főleg utóbbinál javasolják a szakemberek, hogy törlesszenek ugyanúgy tovább a hitelt felvevők, ha tudnak. Azt tanácsoljuk mindenkinek, aki tudja, fizesse, mert hogy a kitolt futamidő több kamatot jelent a visszafizetésnél, és nem beszélve arról, hogyha időközben emelkedik a kamat, mert emelkedhet, ugye a kamat emelésre számít mindenki, mert nagyon alacsonyak a kamatok, és hát ugye kamat emelés egy másik olyan dolog, az viszont megnöveli a törlesztő részletet majd. Egy 1 millió forintos fennálló tőkénél is 13 hónappal csúszik a futamidő. Természetesen függ ez a kamat mértékétől, nem egyforma kamattal számolnak a bankok, de ha egy olyan 6% dőlán kamattal egy 1 millió forintos személyi kölcsönnél számolunk, 13 hónappal kitolódik. Egy nagyobb összeg egy 5 millió forintos kölcsönnél, mondjuk egy személyi vagy lakásfelújítási kölcsönnél, ami 8-10%-kal kamatozik, ott akár 15 hónappal is kitolódik a futamidő. A Magyar Nemzet írt arról a napokban, hogy eddig a lakossági ügyfelek mintegy 40%-a vállalta, hogy a válságban is törleszt, a többieknél viszont akár 2000 milliárd forintot is hagyhat idén a hitelmoratórium. Ha minden adós élne a lehetőséggel, akkor 3600 milliárd forint maradna idén a háztartásoknál és a vállalatoknál. A moratóriummal egy időben vezették be a piacra a szuperolcsó személyi hitelt, melynek lényege, hogy az év végéig a teljes hiteldíj mutató, vagyis a THM nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat plusz 5%-pont, vagyis 5,9%. Hiába van azonban ott a termékplakettán az olcsó kölcsön, az ügyfelek egyelőre nem nagyon kérik, bár lehet ez annak is köszönhető, hogy a bankok nem is nagyon reklámozzák. Arról már a napi.hu ír, hogy úgy általában esett vissza a hiteligénylések száma az elmúlt hónapokban, aminek a szakember szerint a fő oka, hogy csökkentek a fizetések, vagy nehéz helyzetbe kerültek az arra rászorulók, miközben a pénzintézetek szigorítottak a hitelek felvételein. A bank adós minősítést végez, és ugye a törlesztő részletek, hát a bankok 40-45%-át a nettó bérnek számolják összesen a törlesztő részlet felső határaként. Lehet, hogy valakinél már ez ott van, lehet, hogy nem is tud felvenni, hiába egyébként fel tudna venni, de a jövedelem nem olyan magas, hogy megengedje, esetleg van egy lakáshitele, van egy hitelkártyája, van egy személyi kölcsön, azok már terheli ezt a határt. A rendelet szerint 50% lehet, de a bankok általában ez alatt vannak. Nem engedik meg az 50%-ot sem, hogy a nettó jövedelemnek az 50%-áig menjenek a törlesztésbe, hanem 40-45%-ot alkalmaznak felső határként. A hiteligénylések visszaesésének hátterében az is állhat, hogy sokan még mindig a személyes ügyintézéshez ragaszkodnának, a fiókokba viszont a járvány miatt nem szívesen mennek be, ezért inkább várnak a hiteligényléssel.